hogyha a konyhapulton jutúró, tejföl, liszt, krumpli és húsos szalonna van, akkor olyan nagyon sok variációnk nincs, hogy mit is főzhetek. Természetesen a jutúrós strapacskát készítem. Az egész étel a jutúróból indul ki. A brinzové haluski, ahogy ma nevezik Felvidéken a strapacskát, azért nagyon megosztja szintén az embereket. Összevesznek egyrészt azon, hogy nyers vagy főtt krumpli kell a tésztába, másrészt, hogy kell-e bele tojás, vagy nem kell-e bele tojás, kell bele zsír, vagy nem kell bele zsír. Én ugyanazt mondom, amit mindig szoktam ilyenkor, ki hogy tanulta az édesanyjától, vagy a nagymamájától, vagy melyik változat ízlett jobban, azt kell készíteni. Egyik sem jobb, mint a másik, ez nem versengés, hanem mindenkinek az ízlése szerinti a legjobb. Legelőször lepirítom a húsos szalonnát. Hogyha igazán jó ropogós szalonnát szeretnénk, vagyis tepertőt, akkor egy nagyon pici vizet az elején adhatunk alá. Ugyanígy a kacsa vagy liba tepertőt, ha sütjük, akkor is egy kis vízzel lehet segíteni neki, hogy még finomabb legyen. És ha pirosabbra szeretnénk, akkor pedig a végén egy löttyintés tejet kell hozzáönteni, és akkor gyönyörű aranybarna színe lesz. Amíg esül, addig lemérem a hozzávalókat. Vannak receptek, amelyek arra esküsznek, a gasztroangyalban is én ilyet találtam, hogy 60 dekagram nyers burgonyához kell körülbelül 20-25 dekagram liszt, 599, ez pont 60, hogyha levágjuk a héját, akkor egy kicsit kevesebb lesz, úgyhogy egy picit még adok hozzá. Itt a krumplink, és akkor meghámozzuk, és annál finomabb a galuskánk, minél kisebb reszelőn reszeljük le a burgonyát. Borzaskának is hívják egyébként, mert ugye ahogy benne van a nokedliben a kis reszelt krumpli, egy picit ilyen borzas lesz a felülete. Egyébként a strapacskát nem csak jutúróval készítik, hanem nagyon kedvelt a savanyú káposztás, én is nagyon szeretem. Elpárolgott alóla a víz, most már sül, azért hangosabb. Ilyenkor lejjebb vesszük a hőmérsékletet, hogy legyen ideje kiolvadni a zsírnak. Én, mint látják, azt a változatot készítem, amiben nyers reszelt burgonya van. Én még csak ilyet ettem. Az, amiben a főtt burgonya van, az nekem inkább a nudli, vagy olaszos elnevezéssel a gnocchi. Biztos, hogy vannak, akiknek meg az a strapacska. Szépen megtisztítottuk a burgonyát, a héja mehet a komposztba, és akkor egy kis lyukú reszelőn lereszeljük. Közben néha rápillantunk a szalonnára. Ugye a konyhában az is nagyon fontos, hogy spóroljunk az idővel is, és ilyenkor érdemes ugye így ütemezni a munkafolyamatokat. Most, ahogy sül a szalonna, túl sok dolgunk nincs vele, ezért addig nyugodtan le tudjuk reszelni a burgonyát. Vannak egyébként olyan családok, ahol ledarálják a burgonyát, hogy még finomabb legyen. A 17.-18. századtól már nemzeti étel a szlovákoknál a brinzové haluski. Természetesen a nálunk élő tótok, vagy felvidékiek is, akik közel vannak a szlovák határhoz, ugyanúgy nemzeti ételként készítik, úgyhogy Magyarországon ez egy régi tradicionális étel emiatt. Azért a sült szalonnának olyan illata van, hogy nem kell étvágygerjesztő. Ha sül a szalonna, és ha készül a rántás, nem? Akkor mi magyarok biztos megéhezünk. Így, ahogy lereszeltük a burgonyát, ad egy levet, amit azért nem öntünk ki, vagy csavarunk ki, mert ez tele van keményítővel, ami nagyon jót tesz a nokedlinek. Megsült a szalonna, azt most kiszedegetjük a kis pörceinket a zsírból, és akkor két lehetőségünk van. Vagy a forró szalonna zsírra szedjük majd ki a megfőtt galuskát, vagy forró szalonna zsíron megolvasztjuk a jutúrót, és azt keverjük hozzá a kifőtt galuskához.
ugyanaz a végeredmény, úgyhogy kinek hogy adja kedve, vagy hogy jön ki, teljesen mindegy. Most félrehúzom, mert fel kell forralni a vizet. Én azért lemérem, hogy mennyi lisztet fogad be az a reszelt burgonya, és én teszek egy tojást hozzá. És akkor most az egyik tábor örül, a másik tábor most rontotta el. Ezt halljuk. Jöhet bele egy pici só. Elkeverjük. És akkor nézzük a lisztet. Az én Felvidéken tanult receptem szerint körülbelül 20-25 deka, amit befogad, úgyhogy annyival fogom kezdeni. Ez 20 deka. Ez azért egy kicsit lágy, tehát még jöhet bele liszt. És arra számítsunk, hogy egy picit húzni fog a liszt, tehát miután bekevertük, egy picit várjunk, mielőtt még teszünk hozzá lisztet. Tehát egészen apróra reszeltem a burgonyát, mégis ilyen borzas ugye a felülete. Egyébként azért jobb, hogyha rücskös a felülete, mert minél rücskösebb, ugye annál nagyobb a felülete, és annál több jutúrót tud magára ragasztani, tehát annál szaftosabb és ízletesebb lesz. Azért most már behúzna, úgyhogy egy pici még kell hozzá a lisztből. Azt mondják, hogy igazán akkor lesz finom a jutúrós strapacska, hogyha egy-két gereszt fokhagyma is kerül a szalonna zsíros jutúróba, úgyhogy ide érdemes abba a szalonna zsírba már most, amíg forró, beleaprítani egy gereszt fokhagymát. Ne uralkodjon el a fokhagyma illat, hanem csak úgy adjon egy ilyen kis tiktet. Most lett jó az állaga, úgyhogy ez legalább 35 deka liszt volt, amit ez befogadott, ez a jó állag. Megsózzuk a vizet. Azt mondják, hogy az igazi jó strapacska úgy készül, hogy deszkára, vizes deszkára tesszük a tésztát, és késsel szaggatjuk le. Ma már néhány nagymamán kívül azért kevesen tudják ezt így készíteni, úgyhogy szerintem megbocsátható, hogyha szaggatók az apróra gyorsan leszaggatjuk. Nos, ez az a pillanat, amikor forra vízünk kész a nokedli tészta, kisült a szalonna, hogy végig kell gondolnunk, hogy hogy lesz minden hozzávalónk forró. Azt ajánlom, hogy tartsuk a szalonna zsírját melegen. De ne égessük, most gyorsan beleteszem a fokhagymát, mielőtt a tésztát főzöm. Készítjük a jutúrót, ide rakunk egy kis tejfölt, mert lehet, hogy arra is szükségünk lesz. És én azt a megoldást fogom választani, hogy amikor beleszaggattam a tésztát a vízbe, addigra ezen a fokhagymás szalonna zsíron meg fogom olvasztani a jutúrót, és a forró, leszűrt nokedlit innen egyből teszem rá, és forgatom bele. Ilyenkorra az asztalnál kell ülni a családnak, hogy ahogy beleforgattam, már szedhessenek is. Mindenki az asztalnál ül? Közben kicsit serceg a fokhagyma a szalonna zsíron. És akkor már jöhet is a jutúró a szalonna zsírra. Nem szabad spórolni a brinzával, vagy a liptóival. Régen ez is jellemző volt, hogy ahonnan a legjobb termék jött, egy bizonyos termék, ebben az esetben a jutúró, ugye liptóról, akkor már nem mondták, hogy jutúró, hanem hogy liptói. Levesszük egészen alacsony hőmérsékletre. És a jutúró a szalonna zsírral egy ilyen nagyon ragacsos, krémes állagot vesz majd fel, és ezért tudja az összes nokedlit beborítani. Szépen lassan forjon, és amikor újra felforr, feljön az összes galuska, mondjuk egy percet várunk, mert nyers krumpli van benne, tehát egy picit tovább fő, mint a normál galuska. Meleg jutúróra a forró, lecsepegtetett
tésztát egyből rászedjük. Hát ez elég jól néz ki. Szerintem a jutúrós trapacska az egy olyan étel, amit szinte mindenki szeret. Nem lehet nem szeretni. És ez egy olyan túrós tészta, ami szerintem házi savanyúsággal az igazi. Egy kis savanyú dinnyével. Kész is vagyunk. Tálalásnál még lehet az asztalra rakni jó kis zsíros tejfölt, tepertőt, egy kis savanyúságot és jó étvágyat. Nagyon várom már, hogy ide érjen a Pesti István, ugye hát szerintem a séfek séfje. Ő is valami egészen különleges tésztaételt készít, mint ahogy mindig valami különleges dolgot hoz nekünk. Egy pici tejföl az mindig jól jön az ilyen ételekre, nem annyira pici. Erről beszélek. Ezt nem lehet nem szeretni. Savanyú uborka. Zseniális étel. Teljesen mindegy, ki találta ki. Zseniális.